Zsolti, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, és ezzel együtt egy jó beszélgetésre, ami már érett egy jó ideje. Hogyan iszod a kávét? Feketén vagy fehéren? Feketén és kettő édesítővel. Oké. Okay. Na Zsolti, így, hogy elkezdtük a kávézást, egy kicsit beszélgessünk is közben. Azon gondolkodtam, hogy körülbelül 20 éve annak, hogy kicsit dolgoztunk együtt, amióta ismerjük egymást, de azóta úgy nem nagyon futottunk össze, hiszen te elkerültél a megyéből, hogy pontosan mikor, azt nem tudom, de erről az időszakról egy picit mesélnél. Én a Nyíregyházi Főiskolára jártam tanárszakra, könyvtár számítás technika szakos tanárként képzeltem el az életemet, de közben elindultak az újságírói dolgok, és egyre többször jártam fel Budapestre, és egy idő után már annyi beszélgetés készült, hogy érdemes volt oda felköltözni. Na de te korábban Nyíregyházára is jöttél valahonnan. Igen, mert én Nyírmadán indítottam az életemet, majd jött a Bakta Lóránt háza, a Vai Ádám gimnázium, majd Nyíregyházára kerültem a főiskolára, egy nagykálói kitérővel, és ez 22 éve lehetett, hogy a Nyíregyházára kerültem, egy 9-10 évet töltöttem itt Nyíregyházán. Jó volt most visszatérni, és hogy előjöttek a főiskolai, meg az itt töltött évek. Uh-huh. Nagyon szép időszak volt akkor. Nem tudtam, hogy mit szeretnék én csinálni. Kik miatt, mi miatt kezdtél el felutazni a fővárosba? Akkor nagyon sok interjú volt ott. Tehát sokszor egyszerűbb volt ott lenni több napot, és leszervezni az interjúkat. Egy újságról egy idő után tényleg arra vágyik, hogy személyesen beszélgessen az alannyal, és a mély interjúkat az mindig szerettem. Az anyag telefonon is elkészül, de amikor belenézek valakinek a szemébe, és picit kivárok, és úgy kérdezek, akkor sokkal másabb a hangulat, a másabb a minőségébb válaszok születtek. Nagyon szerettem interjúkat készíteni, nagyon sok interjút csináltam. Hová? Kinek? Nekem az újságírói pályám az a Kelet-Magyarországnak volt egy TIP című melléklete, oda kezdtem el először írogatni. Volt egy oldal, amit ilyen külső szerzők töltöttek meg, majd jött a Szabi magazin, ahol nagyon sok, nagyon színes témákban írhattam, interjúk mellett riportokat, különböző játékokat csináltam. Például az egyik rovat az arról szólt, hogy 12 kérdésre válaszolt az alany, és az utolsó kérdés arra vonatkozott, hogy feltehetett a következő vendégnek egy kérdést. A másik rovat az volt, hogy gyerekkori képek alapján kellett felismerni a vendéget. Itt tényleg nagyon sok műfajba ki lehetett próbálni. Soha nem felejtem el azt, hogy kimentem egy autókiállításra, és 2-3 órán keresztül beszélgettem az alanyokkal. Majd volt egy ilyen Stopli című heti lap, hétfőn a röplabdásoknál voltam, beszélgettem velük, kedden a kézilabdásoknál voltam, és minden nap volt, hogy beszélgettem velük, és lelkesen gyűjtöttem a sztorikat, tehát ott voltam az edzésen, és figyeltem. És Zsolti, ez a könyvtár számítástechnika irány, ez mennyire volt komoly elhatározás olyan értelemben, hogy
mégis más irányba indultál el, valami mégis elmozdított onnan. Én úgy kerültem nyíregyházi főiskolára, hogy egyszer egy átmulatott éjszaka után arra gondoltam, hogy meg kéne próbálni azt szakot, ahol a legtöbb ponttal lehet bekerülni. Egy huncu trükkel sikerült bekerülnöm, és matematika számítástechnika szakos tanárként kezdtem. Másfél év után rájöttem, hogy az a matematika, meg amit én tudok, az nagyon, nagyon kevés. És akkor az volt, hogy menni kellett a tanszékekre, és a tanszékvezető bent volt, az megadta a átvételi kérelmet. És éppen a könyvtár tanszéken volt bent a tanszékvezető, és így kerültem könyvtár számítástechnika szakra. Egyáltalán nem volt komoly, a főiskolai pályám se volt komoly, de nagyon sok mindent kipróbáltam. Sportrendezvényeket szerveztünk, főiskolai lapot csináltam. Nagyon sok olyan dologba ki tudtam próbálni magamat, ami később nagyon-nagyon hasznos volt. Ez egy gondtalan olyan időszak volt, hogy emlékszek, hogy 5 év után csengett a postás, hogy Bíró Zsoltnak pénz jött. És akkor 1400 forint sztárgázsit kaptam. És akkor az meghatározó volt. Aha. Na, hát ez a folyamat akkor kezdődött, folytatódott, és még most is tart. Mi volt az a eset, vagy melyik volt az az esztendő, Zsolti, amikor felköltöztél a fővárosba? És mit csináltál? Én úgy kerültem fel Pestre, hogy annyit jártam Budapestre, hogy már megérte felköltözni. Akkor még a lakás nem volt meg, és akkor az egyik havaromnak a nyelviskolájába laktam több hónapon keresztül. Akkor még tényleg, nem is, hogy akkor még az internet abba korában volt, hogy sokkal, tehát emlékszek, hogy volt olyan rendezvénybeszámoló, hogy a kollega SMS-be küldte az interjúkat, amit csinált. Azt most már lassan elárulhatjuk ennyi perc után, amióta már beszélgetünk, hogy lehet, hogy téged így nem ismernek. Tehát, hogy így esetleg nem mondják, hogy ismerős vagy, akik most nézik a műsort. De ha azt mondjuk, hogy zene.hu, vagy quizmester.hu, akkor elég sokan azt mondják, hogy hát persze, hát alap. Hiszen mind a kettő a maga nemében, a maga területén tényleg azt kell mondani, hogy alap. A zene.hu-hoz én úgy kerültem oda. Az is úgy történt, hogy nekem nagyon sok dolog köthető a nyíregyházi sétához. Ez is az egyik, egyszer sétáltam az Ószőlő utcába, és eszembe jutott, hogy kéne csinálni egy sztár oldalt. Hogy miből jutott eszembe, azt nem tudom. Nagyon sok ilyen ötletem van, hogy semmi előzménye nem volt. Az oldal másfél hétig üzemelt, és akkor a zene.hu tulajdonosa, akivel dolgozott, az a szomszédlány, valahogy megtalált az oldalt, és felhívott engem, hogy nem használhatnák a híreinket. Mondom, azt használjátok nyugodtan, de nem mondanád a főnöknek, hogy nincsen szükség egy nagy munkabírású, lelkes újságíróra. És így kerültem a zene.hu-hoz, ami az első kereskedelmi célra létrehozott internetes magazin. Tehát nálam régebb óta főszerkesztő nincsen Magyarországon. A zene.hu mellett 10 éve voltam a zene.hu főszerkesztője, amikor elkezdtem azt nézni, hogy hogyan lehet az interneten pénzt keresni. Akkor 110 témakört végig teszteltem ingyenes blog formájába. És ebből születtek meg azok a témák, amiből később internetes magazinjaink született. Majd a kvíz oldalak az 6 évvel ezelőtt kezdődött el. A kvíz oldalak az azért is nagyon extra fontos nekem, mert én gyerekként a rejtvény voltam mindenem. Állandóan fejtettem, állandóan töltöttem
kifele, és én mindig arra vágytam, hogy a rejtvényekből, a feladványokból éljek, azt töltsék ki a napjaimat. És szerencsére már ez megvalósult. Nagyon sokat foglalkozok játékokkal, nagyon sokan játszanak velünk, nagyon sok ember életébe hozunk plusz dolgot, napi szinten 100 000 feletti játékosunk van. Az egyik oldalunk a quizmester.com, de mellette van több egyéb is. Tényleg arra vagyok nagyon büszke, hogy azt csináltam, amit nagyon-nagyon szeretek, az a munkám, amit akár ingyen is csinálnék, és tényleg nagyon büszke vagyok arra, hogy úgy tudok valamit nagyon-nagyon szeretni, hogy ez a kenyérkereseti lehetőségem is. És sok mindenkivel tartod a kapcsolatot? Sokat kell kommunikálnod? Vagy önfejlesztést végzel? Vagy ha már valami beindult és működik, amellett mindennapot kell lenned? Vagy hogy kell elképzelni a mindennapjaidat, illetve az előrelépéseket? Nekem azért van egy 2-3 órás munkamenet, ami minden nap meg kell ahhoz csinálnom, hogy ez működjenek. Nagyon fontos, hogy olyan embereket tartsam a kapcsolatot, akik előttem járnak sok területen, inspiráljanak. Az önfejlesztés az azért fontos, mert az ember mindig rájön, hogy mindig tud miben fejlődni, és engem azt hoz lázba, hogy tényleg éhes vagyok arra, hogy napról napra jobb legyek, és fontos a kapcsolattartás, fontos, hogy olyan emberek legyenek körülöttem, akik tudok tanulni, én is tudok nekik adni. Tehát az, hogy az ember fejlődik, haladni szeretne, az ilyen alapvető dolog. Így képzelted el kisfiúként a felnőtt létedet? Milyen elképzeléseid voltak? Én gyakorlatilag egy álomvilágban élek, tehát egy nagyon sokszor bőgök amiatt, ahol tartok. Tehát az, hogy én egy nagyon olyan gyerek voltam, akit nem sok minden érdekelte. Az nem volt benne, hogy én ilyen sikeres leszek, ilyen boldog leszek, ennyire egyben lesznek a napjaim. Az, hogy én egy álomvilágban élek, az annak köszönhető, hogy mindig kerestem a lehetőséget, mindig azt néztem, hogy hogy tudom magamat kipróbálni. Engem nem érdekelt az, hogy valami hülye ötlet, vagy rossz ötlet, nem érdekelt. Engem az érdekelt, hogy próbáljam meg, nézzem meg a lehetőséget, mert az is eredmény, hogy valami nem sikerül. Nagyon sok projektet csinálunk, folyamatosan dolgozunk új dolgokon, de tényleg az a fontos, hogy az embernek az alapmunkája mindig legyenek megcsinálva. Tehát csak akkor lehet álmodozni, extra dolgokat kitalálni, amikor az alap dolog működik. Az fontos, hogy az embernek a napja egyben legyen. Tehát tudja, hogy mikor mi jön, mert a projektjeink ilyen 100 rész dologból áll. Tehát sokszor azt érzem, hogy én a tehetségemből 50-szeres dolgot hoztam ki azzal, mert kitartó vagyok, tudok szenvedni a sikerért, akkor is tudok előre menni, amikor már senki nem hisz bennem. Nagyon érdekes hallgatni, amiket mondasz, és annyi kérdést vet fel bennem. Most például az jutott az eszembe, hogy ami téged a fővárosba vitt, azok a napi tennivalók, azok is megvannak még? Tehát még mindig tartod a zenészekkel, művészekkel a kapcsolatot? Még mindig készítesz interjúkat? Például. Interjúkat ma már nem készítek. De jó lenne visszatérni valamilyen formába ehhez, mert beszélgetni valakivel, olyan érdeklődve kérdezni, úgy kérdezni, hogy túlmutat azon, hogy ez egy beszélgetés. Tehát az ember olyan dolgokra tud rákérdezni, amire ő nem számít, vagy olyan dolgot mesél, amire korábban nem nagyon kérdeztek rá. Ma már a kvízjátékok, a feladványok, a projektek menedzselése, akár mondjuk az én márkaépítés,
vagy a fejlesztésem az kitölti teljesen a napjaimat, de gondolkozok kvízekhez kapcsolódó, akár interjúkat, akár a kvízekre épülő produkciókban. Hát amennyi játékot te már összeállíthattál, és amennyi rejtvényt már eddigi életed során megfejtettél, az alapján nyugodtan vállalkozhatnál ilyen televíziós játékokra is, ahol ilyen őrült nagy nyereményeket szoktak kilátásba helyezni a legjobbnak, vagy a legjobbaknak. Az megint más, hogy valaki nagyon nagy lexikális tudással rendelkezik, meg megint más, hogy valaki ki tudja találni a feladványokat. Én józan paraszti eszem megvan, de én inkább ahhoz értek, hogy lehet jó feladványokat kitalálni, mi az a csavar, ami plusz dolgot jelent a játékosnak. Én jó játékkészítő vagyok, valószínűleg egy ilyen kvízjátékban nagyon hamar elvéreznék. Uh-huh. Te nem régiben is jártál egy ilyen rejtvényekkel kapcsolatos rendezvényen, a közösségi oldaladon láttam. Én nagyon sokáig nem fejtettem rejtvényeket, az utóbbi időben tért vissza tényleges úgy rejtvényfejtés, hogy elővettem az újságot, és most volt pont a rejtvényfejtők napja, és én már nagyon régen el akartam menni a rejtvényfejtő versenyre. 3 órán keresztül rejtvényt fejtettünk, ott volt 250 ember, nagyon izgalmas volt. Én mindig szeretek új dolgokat megnézni, mindig érdek, hogy ennek milyen a hangulata, mit lehetne esetleg jobban csinálni, hogy néz ki. Jó volt, hogy leültünk és 3 órán keresztül rejtvényeket fejtettünk. Az fontos egyébként, hogy az ember mindig nézze azt, hogy a konkurencia mit csinál, vagy nem csak a konkurencia, hanem akik előtte járnak, mondjuk a Füles csapata, akik rejtvénykészítésben nagyon profik, és mindig figyelgetni kell, hogy ők mit csinálnak jól, mit lehet elesni tőlük, de a rejtvénynek a hatása tulajdonképpen ott látszott, hogy ott volt 240 csillogó szemű, 60-70 éves ember, aki azért van ott, hogy tornáztassa az agyát és jól érezze magát. Az fontos, hogy az embernek legyen olyan kikapcsolódás, ami aktívan megmozgatja az agyát, új kihívások elé állítja magát, színesíti ezzel a napját. Hát erről is tudnánk még elég sokat beszélni, de veled kapcsolatban az is egy mindenképpen kuriózumnak kell, hogy mondjam, hogy ha jól emlékszem, a múlt esztendőben nyílt először lehetőséged arra, hogy te a poptarisznya részévé váltál. Hát a poptarisznya Magyarországon az egy nagyon sajátos retro alkotás, hogy így fogalmazzak, és nyilván a nevében is benne van, hogy a zene az, amire alapult, amiből létrejött. Ez neked, ez hogy jött, Zsolti? Vendég voltam, de egy nagyon jó barátom csinált egy zenés műsort. Nekem minden dolgot azért vállalok, hogy fejlődjek. Itt arról volt szó, vagy az volt a cél, hogy a kommunikációm fejlődjön. Emlékszem, az első bejelentkezésnél mindenem remegett. És a végén az élő műsort is úgy csináltam, hogy nagyon-nagyon szerettem. Én nagyjából 3 évvel ezelőtt alig tudtam beszélni, alig tudtam emberek előtt megnyilvánulni. Most meg már alig várom, hogy emberek előtt szerepeljek. De nagyon nagy küzdelem volt. Az, hogy a kommunikációm napról napra fejlődik, annak nagyon nagy köze volt annak, ami ott történt. Ott gyakorlatilag egy mély vízbe voltam bedobva. Tudtam, hogy nagyjából esélyem nincs, hogy megcsináljam. De végül annyiszor próbálkoztam, hogy nagyon-nagyon jó dolgokat tudtam összehozni. Én nagyon-nagyon sokszor olyan dolgot vállalok el, hogy tudom, hogy esélyem nincsen, hogy megcsináljam, de mégis a végén sikerül. És pont az, hogy
hogy az, hogy én mondjuk kamerába tudjak beszélni, vagy mondjuk a videós feladványokat úgy tudjam csinálni, hogy szórakoztató legyen, ahhoz nagyon, nagyon sokat kell gyakorolni. Nekem a kommunikációs képességem gyakorlatilag egyenlő volt a nullával. Tehát az, hogy én kihívások elé állítom magamat, az mindig fontos volt nekem. Én szerencsére itt is annyit csináltam, annyit tudtam fejlődni, hogy most már azért naponta többször bejelentkezek, és nyugodtan tudok beszélni. Meg én akkor is láttam, hogy beszélhetnék én komolyan a kamerában, de nem állt jól nekem. Nekem az állt jól, hogy spontán vagyok, a hajam így áll, az ingem így áll, valami mindig úgy áll, hogy nem odaillő, de mégis az a fontos, hogy az emberek azt lássák rajtam, hogy én azt nagyon szeretem csinálni. És ha valaki meglát engem, bármiről beszélek, akkor azt mondja, hogy erre a Palira odafigyelek, mert lelkesen csinálja. Lehet, hogy nem én vagyok a legtehetségesebb ember a dolgok, vagy a nagy tömegben, de hogy a legkitartóbb én vagyok, az 100%. Nagyon sok ponton egyet értek veled, még abban is, hogy a hajunk hogy áll, mert biztos, hogy az enyém is jobbra-balra áll sokszor, és tényleg nem ez a legfontosabb. Milyen gyakran tudsz hazajönni, Zsolti? Tehát neked nyírmadára hazamenni mostanában ilyen 20-22 év után a fővárosból milyen? Már más világ. Most már azért a munkarendszerem ki van alakítva, tehát nyugodtan tudok hazajönni. Hát itt egy teljesen más világ. Tehát az, hogy lelassulok, az nagyon fontos. Tehát sokáig nekem azt kellett megtanulni, hogy tudok úgy pihenni, hogy ne fáradtan fejezzem be a pihenést. Az ember elkezd sikeres lenni, akkor utána rájön, hogy oké, úgy vagyok sikeres, hogy nagyon sokat dolgozok. De itt megint egy másik szint, hogy úgy vagyok eredményes, hogy tudok pihenni, tudok magamra figyelni. Vidéken azért komoly problémát tud okozni, de ember nem tud pihenni. Tehát tényleg az, hogy pihenni tudni kell az embernek a gondolataival lenni, tudni kell más csinálni, mint a munka. Én nagyon sokáig mindig a munkáról beszéltem. Most már sokkal fontosabb az, hogy milyen egyéb programok vannak, miben veszek részt, mint az, hogy mondjuk az eredményekről beszéljek. Az is nehéz volt megtanulni, hogy ne állandóan arról beszéljek, hogy így biznisz, új biznisz. Mert az ember beszélt a bizniszről, meg a nagy eredményekről, csak utána azt vesz észre, hogy mellette elmennek az emberek, és megszűnik a baráti körének az elég nagy része. És akkor teljesen átalakul. Sok mindenről beszéltünk, Zsolti, és meg tudod ezt nekem mondani, hogy egy átlagos internet felhasználó, mint mondjuk én is, hol találkozhatom azokkal a dolgokkal, hol találkozhatok össze azokkal a dolgokkal, amelyekben benne van a kezed, az agyad? Ez akkor érdekes, mikor elkezdek valamit keresni, és látok egy jó ötletet, és akkor utána jövök, hogy atyavilág, ezt én találtam ki. Most a fő produkció a Quizmester, ott vagyunk a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, Pinteresten, mellette vannak egyéb projektjeink is, a zene.hu, a retromuzsika.hu, van egy verses oldalunk is, a meglepetésvers.hu, de a fő dolog, ami nagyon-nagyon lázba hoz, és azt üzenem az embernek, hogy menjenek játszani, ha játék, akkor Quizmester, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, TikTokon. És igazából akkor érzem, hogy milyen sok helyen vagyok jelen, amikor elkezdem pörgetni mondjuk a TikTokot, és akkor magammal találkozok. Mondom, nem létezik, van ez a Pali, ez megint itt van. Mekkora az ismerettségi köröd köszönhetően ezeknek a kezdeti tennivalóknak, mert ezt se véletlenül hoztad el, ezt a újságszámot, lapszámot. Próbálom keresni benne a... 2004 egyébként. 2004-es? Ott van címlapon. Ja, tényleg. Rájöttem 2004 február, ráadásul ugye még ilyen komoly évfordulós is itt.
Nekem az ismertségem, én nagyon sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy én bármit is megmutassak magamról. Nagyjából egy másfél éve kezdődött személyes márkaépítésnek hívják Uri nevén, de én azért mutatom magamat, hogy szeretném inspirálni az embereket, hogy kitartással, lelkesedéssel nagyon-nagyon sok minden elérhető. Én szeretnék apró pozitívumokat adni az embereknek, akár a feladványokkal, akár mondjuk a napkedvence képével, amit az Instagramon, meg a privát Facebook oldalamon érhető el. Tehát én szeretném azt az embereknek átadni, hogy nagyon-nagyon lehet jól érezni magát, akkor is, hogyha nehézségek vannak körülöttünk, és ha mindent úgy próbálunk megfogni, hogy a pozitív dolgot keressük, akkor nagyon boldogok leszünk, és tényleg azt fogjuk keresni mindenben, hogy mi az, ami jó. Én nagyon sokáig mindig azt néztem, hogy tudok valakinek beszólni, hogy tudok problémát okozni neki. Ma meg már mindig azt nézem, hogy mi az a jó, mi az, ami előre visz, mi az, ami örömet szerez. Én például tudok 10 percig nézni egy virágon egy vízcseppet, és csodálkozok, hogy mennyi szép minden van a világon, hogyha nyitott szemmel járunk. Hát én most átlapoztam itt közben, ahogy hallgattalak ezt a lapszámot, de hát ennek a nagy részét te alkottad ezeknek az írásoknak ebben a lapszámban, amit most magaddal hoztál. Zsolti, hiányzik valami az életedből? Én egy álomvilágban élek, tehát nem hiányzik semmi. Azt gondolom, hogy helyemen vagyok, és nagyon-nagyon boldog vagyok. Milyen családból jössz? Vannak testvéreid? 2 testvérem, egy húgom és egy öcsém. A apukám az ácsként dolgozott. Anyukám az a háztartást menedzselt. Szerencsére mind a ketten még nagyon jól érzik magukat. Én a szüleimtől, amit tényleg megkaptam, hogy becsüljük meg a lehetőségeket, becsüljük meg a pénzt. Amiket én tőlük kaptam, olyan alapértékek, a lehetőségek megbecsülés, a szolgalom, a kitartás, ami alapnak kéne lenni manapság mindenhol. Meg kamatoztatható, mint látszik. Ők értik, hogy mit csinálsz, Zsolti? Nagyon kevesen értik, hogy én mit csinálok. Tehát én egy olyan rendszert építettem fel, meg amik majd most még jönnek. Én mindig egy furcsa pali voltam. Én mindent a furcsa oldaláról láttam meg. Nekem nagyon sok ötletemre legyintenek az emberek, és teljesen jogosan egyébként, mert furcsa. Mert vadnak tűnik elsőre? Az a rendszer, amivel én felépítettem ezt, meg az a munkabírás, meg hogy mindenben meglátom azt, hogy lehet másképp csinálni, vagy miben kell fejlődni ahhoz, hogy ez tovább lépjen. Én nagyon sok szakembernek mesélem ezt, hogy én mit csinálok, akik ezen a területen dolgoznak, és nem értik, mert sok lábon állnak a dolgok, sok felé irányul, tehát nekünk napi szinten 100 000 feletti látogató számunk van, 100 részprojektből áll az egész, csak a kvíz feladványunk van mondjuk 30 000. Van 19 tematikus magazinunk, a verses oldalunkat is 10-12 000 nézik naponta. Van kizáró szerelmes dalokkal foglalkozó oldalunk. És csak magyar oldalaitok van? Igen, volt egy német próbálkozás, de az kezdeti lendület után erős visszaesésben elvérzett. Igen, és nekem a nagy álmom tényleg egy olyan nemzetközi médiabirodalom, hogy ami tényleg jól működik, halad,
Meg azért jó lenne azért egy olyan világ körüli turnét csinálni, hogy utaznék és reggel feltennék egy feladványt két napozás közben, és az emberek jól éreznék magukat, én is jól érezném magamat. És akkor mindenki boldog lenne. Mindig agyalok dolgokon, rendszeresen jönnek új ötletek, több elindul, hogy teszteljük, nézzük. Ez hoz lázba, hogy új dolgot csinálni, fejlődni, haladni, de a legfontosabb az, hogy nagyon jó szeretném érezni magamat. A végére egy olyan kérdést szeretnék feltenni, ami így az eddigiek alapján jött le így nekem veled kapcsolatba, mert ugye nem appellálhatok a 20 évvel ezelőtti találkozásainkra, hiszen annyira fiatal srác voltál még, hogy ugye az életed igazán ott kezdődött, ott indult be. Tehát amiket elmondtál, nekem úgy érződik, hogy egy borzasztó sok emberrel, tehát naponta 100 000 emberrel vagy kapcsolatban, de a legtöbbet mégis egyedül vagy. A boldogság az számomra ott kezdődik, hogy egyedül tudom jól érezni magam. Ha én egyedül jól tudom érezni magam, akkor tudok inspiráló emberekhez kapcsolódni. Az egyedüllétnek megvan a veszélye, hogy az ember nem tudja ezt kezelni. Ha az egyedüllétet lehetőségnek fogod fel, és abból indulsz ki, hogy oké, most egyedül vagyok, de tudok fejlődni, tudom megtalálni azt, hogy engem mi érdekel, mit tesz boldoggá. Ha egyedül boldog vagyok, akkor tudom értékelni a másokhoz való kapcsolódást, a barátkozást, a családot, akár a másik embert, és én egyedül létben nagyon sok mindent kihoztam. Volt idő, amikor ez hátrány volt, hogy egyedül voltam, nagyon magam alatt voltam, nem tudtam ezzel a helyzettel mit kezdeni, de ma már azt gondolom, hogy az egyedül lét tanított meg arra, hogy tudjam, hogy engem mit tesz boldoggá, kikhez szeretnék kapcsolódni, mi az, ami inspirál, milyen dolgokba tudok én jobb lenni. Szeretek egyedül lenni. Na hát ez is egy érdekes rejtvény, amit még lehet, hogy most is fejtegetsz. Én kívánom neked a következő esztendőkre, hogy alakuljon úgy minden, ahogy szeretnéd. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, örülök, hogy beszélgetett. Én is köszönöm.